hogy látszon a vezető két szó. Föl, teljesen föl. Igen, teljesen föl, mindjárt megtalálom, amit föl kell tenni. Kitűnő. Előbb-utóbb technikussá fogom képezni magam. Hát, tisztelt barátaim, mindenkit szeretettel üdvözlök. Úgy látom, soraink eléggé ritkásak. Ezt még nem tudjuk egész pontosan, hogy ennyire ritkásak vajon miért, de azt tudom, hogy influenza meg minden egyéb is tizedeli sorainkat. Nagy Péter Tibor is kénytelen volt jelezni, hogy mai alkalommal kimentését kérte, mert ő is ágynak esett. Ezek az esések, ezek valahogy. Na, szóval ez a helyzet, ennek következtében most már csak 6 előadásunk van a mai napra, és ráadásul már csak egy elnökünk, ami én leszek levezető elnök egy személyben, míg eredetileg 3-mal indultunk, hogy mindenkinek megadjuk a magáét. Úgyhogy most én fogom képviselni a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályát is, meg a Veszli Főiskolát is egy személyben, és azt javaslom, hogy egy szünetet tartsunk csak a 2x3 előadás között. Úgyhogy a rektor úr is kimentését kérte egyébként, aki eredetileg lett volna a programban, és ő mondott volna most néhány keresetlen szót, de helyette én nem mondok majd néhány keresetlen szót, hanem csak azt mondom, hogy az első részben, az első szünetig Boros Laci, a Barta Tóth duó, és remélem megjön addig Kőrösi Zsuzsa, aki nem jelentett be még semmit, hogy nem tudna jönni, tehát várható, hogy megérkezik. Azt tudom, hogy az anyagával elkészült, és kész rá, hogy előadja. És akkor utána tartanánk egy kis szünetet, és utána következne majd a második rész. Mindaz, akit nem említettem eddig. Akkor Laci, kérlek téged, ez a te mikrofonod, ez a te helyed, fölveszük meg a mutogatópárcát, úgyhogy minden ellen vagy látva. Köszönöm szépen, hát én is szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és amikor visszajeleztem szakosztály elnök urunknak, hogy megtartom az előadást, akkor jeleztem is, hogy én élnék azzal, amit ő a felkérésben jelzett, hogy nem feltétlenül kell az edukációs anyag egészéről itt beszélni, hanem ki lehet belőle emelni bizonyos részeket. Most az én címem az a spontán ifjúsági szerveződések a 80-as években, tehát én vagyok itt a múlt reprezentánsa, személyemben is, meg a témámban is, és én ebből a körből szeretném kiemelni azt, amit viszont az előadás címében is jeleztem, hogy ugye, értékek és légvárak. Mire alapozódik ez a cím? A 1986 évi 5-ös ifjúsági szemlében annak idején én írtam egy kis szösszenetet Légvárak lovagjai vagy jövőnk értékteremtői címmel, aminek az alcíme az volt, hogy a spontán ifjúsági csoportok értékszerveződési folyamatai. És azt a problémavilágot, amit ebben érintettem, szeretném egy picit bővebben itt kifejteni. De előtte természetesen elhelyezem az egész témakört az akkori világunkban. Nagyon érdekes a felejtésnek a metodológiája. Lehet, hogy nem hiszitek el, de én 30 éve nem vettem a kezembe ezt a cikket. Most, amikor
elkezdtem az edukáció anyagra készülni, akkor olvastam el újra. Komoly meglepetéseket szereztem magamnak. Egyrészt azzal, amit, ahogy annak idején leírtam, másrészt, hogy a közbeszéd folyamatos alakulása nyomán óhatatlanul befolyásolja a, vagy befolyásolódik, most elnézést a rossz igei formáért, az emlékezet. Egészen megdöbbentem, hogy mi mindenről írtunk mi már 1986-ban, amit hogyha ma egy képzett, művelt, olvasott fiatal emberrel, egy egyetemista lányjal, fiúval beszélgetve szóba hozok, akkor számára történelemtorzításnak tűnhet, hogy 1986-ban már ilyen kérdéseket diszkutáltunk, ezek voltak a társadalmi problémák. Az 1981-ben elindult nagy országos ifjúságkutatási folyamatnak, aminek a Társadalomtudományi Intézet ifjúsági és társadalmi csoportja volt a koordinátora, egy igen-igen fontos önálló kutatási területe volt az ifjúságpolitikai szocializációjának a vizsgálata, amit ott a ifjúság és társadalom csoportban végeztünk. Én nagyjából a 80-as évek első felében, akkor nagyon intenzíven vettem ebben részt, és hát Kéri Laci megvitték tovább az egész folyamatot. Ugyanakkor ennek a nagyobb kutatási témakörnek a keretein belül elindult a spontán ifjúsági szerveződések vizsgálata is, amit 1983-ig Pál Tamás koordinált, tehát ő választotta ki a kutatókat, az ő irányításával indultak el a különböző vizsgálatok, és 1983-ban vettem át én ezeknek a kutatásoknak, tényleg, ha pontos akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy az adminisztratív szervezését. Tehát én lettem kutatásvezető, de én változatlanul politikai szocializációs vizsgálatokat végeztem, és azon belül is elsősorban az értékorientációs, értékszerveződési folyamatokkal foglalkoztam. Teressényi Jutkával annak idején megcsináltunk egy nagy kérdőíves felvételt is az ifjúság értékvilágának a vizsgálatáról, szintén integrálva sok tekintetben a politikai szocializációs kutatásokban. És a 80-as évek második felében ehhez a bokorhoz még csatlakozott még egy, az oktatás kutatásból ránk származott téma, az iskola értékorientációs törekvései és az ifjúság értékvilága közötti viszony, amelynek szintén én lettem a kutatás vezetője, és itt Gábor Kálmánnal, Laki Lászlóval dolgoztunk egy fél évtizeden keresztül ezeken a témákon. Na és ebben a folyamatban újra és újra belebotlottunk különböző spontán ifjúsági szerveződésekbe, illetve olyan ifjúsági szerveződésekbe, amelyek a hivatalos intézményrendszeren kívül keletkeztek. Hogyha két nagy csoportra osztjuk ezeket a szerveződéseket, akkor az egyik az a marginalizálódott csoportok köre volt, és abban az időben, ahogy ezt én ebben a cikkemben is írom, a spontán az nagyon gyorsan azt jelentette, hogy marginalizálódott csoport, tehát hogy spontaneitás, marginalizáció, deviancia, ezek a hivatalos intézményrendszer nézőpontjában nagyon összetartozó dolgok voltak. Kétségtelenül a kutatások kiterjedtek több, valóban a mindig deviánsnak tekintett magatartásokat felmutató csoportokra is. A
az aluljárós, csöves, drogos csoportok kutatásában különösen Rácz József mutatott föl nagyon fontos kutatási eredményeket. Ő abban a fázisban, amikor én ezt a cikket írtam, akkor egy állomását rögzítette ezeknek a vizsgálatoknak, a 86 évi hármas társadalomtudományi közleményekben foglalta össze a marginális ifjúsági csoportokra vonatkozó addigi kutatási eredményeket. Hát nyilván többen tudjátok, hogy ő ma az Orvostudományi Egyetem professzoraként a drog fogyasztással kapcsolatos tudományos kutatások egyik legjelentősebb magyarországi reprezentánsa. És ugyanakkor a politikai, szocializációs, értékorientációs vizsgálatokban egyre többször értünk tetten nem marginalizálódott spontán ifjúsági csoportokat. Tehát olyan ifjúsági csoportokat, amelyek ugyan kívülműködtek a hivatalos intézményrendszeren, vagy legalábbis kívül szerveződtek, nem az intézményrendszer szervezte őket, de egyáltalán nem akartak sem a társadalomban, sem a saját közegükben marginalizálódni, hanem éppenséggel olyan fiatalokról volt szó, akik egyfajta közéleti aktivitást próbáltak mutatni egy olyan helyzetben, amikorra a hivatalos ifjúsági szervezet működése teljesen formálissá és nagyon kiürülté vált, viszont a társadalmi problémák egyre markánsabban fejeződtek ki, tehát nem csak érzékelték a fiatalok ezt, hanem már beszéltek róla, már olvashattak, és próbáltak olyan csoportokat létrehozni, amelyek itt megint két további osztó összefüggésre koncentrálhatunk. Az egyik részük kifejezetten ügyekre jött létre, a másik részük pedig általában a társadalmi problémák újfajta, az addig megszokottól elütő megközelítésére és kezelésére. Az akkori cikkemet olvasva az egyik megdöbbenés az az volt számomra, és ezt muszáj is idéznem, hogy ezek az ifjúsági csoportok már olyan posztmateriális értékorientációs elemeket fogalmaztak meg a céljaikban, mint a lokális társadalom megszervezése és előtérbe állítása, alternatív demokratikus csoportok létrehozása, szeretném hangsúlyozni, 86-ban írtam ezt a cikket, továbbá környezetvédelem, fegyverkezés ellenesség. Tehát nagyon fontos és máig hatóan igen-igen lényeges átfogó társadalmi problémákról beszéltek. Tehát láthatjuk, hogy a spontán csoportok végül is elég szépen átszőtték az akkori magyar társadalmat. Emellett ezek között az ifjúsági szerveződések között voltak olyanok, amelyek szorosan együttműködtek életkortól független mozgalmakkal, ez például a Duna mozgalommal, annak idején ugyanígy az alternatív béke mozgalmak, tehát egy ilyen fegyverkezés ellenes mozgalom mechanizmusaival, és voltak olyan csoportok, amelyek kifejezetten ifjúsági szerveződésként definiálták magukat. Én akkor azt mondtam magamban, hogy a spontán csoportokat én spontán politikai, szociográfiai tevékenységgel tárom föl, mert ez az a korszak volt, a 84 és 89 között ebben az ifjúságkutató, oktatáskutató státuszomban több száz előadást tartottam szerte az országban, és a meghívók
körülbelül háromnegyed részben ezek a spontán szerveződések voltak. Egészen elképesztő szervezeti formákban, elnevezésekben jelentek meg. Nyilván többen emlékeztek az Új Tükör című lapra. Új Tükör Klub. Ezzel teljesen legalizálták is magukat. Ez egy fiatal, radikális értelmiségi csoport volt, és ezt aztán elkezdték néhány más városban is követni. Vagy például éppen Debrecenben volt a FÉRC, a Fiatal Értelmiségiek Klubja, akik már az ellenzéki csoportokkal is kapcsolatot tartottak, de közben különböző művelődési házakon és egyéb más helyeken ezek a csoportok azért előadási lehetőségekhez jutottak. Tehát sokkal színesebb volt ez a világ, mint ahogy azt végül is a mi emlékezetünk megőrizte. És főleg amikor erről mai egyetemi hallgatókkal beszélek, borzasztó nehéz nekik elmondani, hogy ez tényleg volt. És ez tényleg így volt. Egyébként a marginalizálódott csoportokról is elég nehéz nekik beszélni, hogy azok miért pont úgy, pont ott, és pont azokkal a magatartás formákkal jelenítették meg őket a magyar társadalomban. Na most, ami a cikknek az alapkérdésére egyfajta válaszlehetőség, tehát hogy légvárak lovagjai vagy jövőnk értékteremtői voltak. Én már ebben a cikkben is azt írtam le, és később, ahogy közeledtünk a rendszerváltáshoz, egyre több tanácskozáson vetődött ez a kérdés föl, hogy látszott, ahogy mélyül el a 80-as évek utolsó éveiben a rendszer válsága, úgy lesznek a légvárakból, vagy a légváraknak tűnő elképzelésekből a közeljövő értékteremtő folyamatai. És végül is ezek közül a fiatalok közül nagyon-nagyon sokan később, a 80-as évek legvégén, a 90-es évek elején meg is jelentek, még az országos politikában is, és jó néhányan pedig a helyi politika fontos aktorai lettek. Az most egy másik kérdés, hogy egy jó részük a későbbiek során aztán kiábrándult ebből, amennyire az én személyes tapasztalataim ezt mutatják. Tehát végül is a válaszom az az, hogy ezekben az önkéntes, spontán szerveződésekben csirájában nagyon sok apró eleme megjelent a rendszerváltás utáni közéleti politikai aktivitás demokratikus oldalának. És nagyon sokszor ugyanúgy nyomták le őket, mint ahogy csak hogy egy történelmi példát idézzek, ugye nyilván többen emlékeztek az MSZMP-n belüli reform irányzatra, amely borzasztó erősnek tűnt, mert nagyon erős volt a bázis a párton belül, aztán az MSZP alakuló kongresszusán mégis tökéletesen kigolyozták őket az új pártnak a megalkotásánál. Tehát én azt hiszem, hogy most itt megállnék a saját gondolatmenetemmel, tehát a legfontosabb kérdés számomra akkor is az volt, és ma is az, hogy a hivatalos intézményrendszeren kívül szerveződő ifjúsági csoportok mennyiben járulnak hozzá, hogyan befolyásolják a társadalom értékorientációs folyamatait. Ezekben az esetekben az én személyes kutatási tapasztalatom és az egész politikai szocializációs vizsgálat végkövetkeztetése az volt, amit mondtam, tehát hogy egy nem harsány, nem nagy léptékű, de a mindennapi politikai szerveződésekben nyomot hagyó értékképző folyamatot jelent.
jöttek ezek a csoportok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez él most. Most maradjon. Köszönöm szépen Boros Lászlónak az előadást, és a közönségi a szó, kérdéseket lehet föltenni. Valóban, aki ezt átélte, mert én még szintén átéltem, az mondhatja, hogy ezek valóban elég érdekes idők és elég érdekes felidézések. Tessék, lehet kérdezni, lehet hozzászólni. Adalékokat hozzátenni. Igen, csak tessék. Egy rövid kérdésem van. Ugye a 81-ben indult, úgy is halkan beszélsz. Amit említettél is a előadás során, hogy a 81-ben indult kutatássorozat, ami legjobb tudomásom szerint 88-89-ben érzett el, de már előtte voltak problémák. Viszont meglehetősen jó dokumentált az ifjúság és társadalom sorozatban, ha jól emlékszem, 6 kötet jelent meg, és ott van a Kérinek a disszertáció, és így tovább. Tehát egy jó dokumentált. Most ez egy olyan klassz ötletnek tartom, ezt a, tehát egyfajta felfedezzük a múltat, és összevetjük a múlttal, ha jelent, hogy azonnal el tudnék képzelni egy nem csak értékrendre koncentráló, és itt most nem egy komparatív összehasonlító gondolatra vagy ötletre gondolok, hanem egy komplett szocializációs állapotnak az összehasonlításáról. Kérdésem, látsz arra lehetőséget a boldog közelmúltban, vagy a közeljövőben, hogy de most a közelmúltat azt hagyjuk. Ez vagy. Hogy ilyen típusú, ugyanis nagyon izgalmas vizsgálatra sor kerüljön. Már értem, hogy szisztematikus. Hát én azt gondolom, hogy az akkori irodalom szisztematikus feldolgozása és a kutatási eredmények, amik egyébként, ahogy mondtad, is jól dokumentáltak, hiszen maga az ifjúságkutatási főirány az egy nagyon hosszú bulletin sorozatot adott ki az egész ifjúságkutatás minden részeredményéről. Ami a Kiskábi ifjúságkutató csoportban zajlott, az az ifjúsági lapkiadó kiadványaiban volt olvasható, a mi kutatási eredményeink azok a társadalomtudományi közleményekben, és hát az ifjúsági szemlét azt leírtuk annak idején. Tehát végül is, hogyha csak a publikált eredményeket szisztematikusan földolgozná egy kutatás, már az is egy rendkívül érdekes dolog lenne, hiszen a rendszerváltásnak nem csak az volt a következménye, hogy nem folytatódhatott ez a szisztematikus ifjúságkutatási munka, hanem az is a következménye volt, hogy végül is nem került szintetizálásra az a rengeteg eredmény, ami a 80-as évtizedben megszületett. Tehát én maximálisan el tudnám azt képzelni, hogy a dokumentált kutatási eredmények feldolgozásából egy sokkal-sokkal differenciáltabb ifjúságkép és a ifjúság és társadalom viszonyának is egy sokkal árnyaltabb összefüggésrendszere bontakozhatna ki, hogyha valaki visszanyúlna ezeknek az eredményeknek a tényleg nagyon alapos feldolgozásához. Hát ahogy én magam mondtam, hát a saját cikkemet 30 évig nem olvastam el, és teljesen megleptem magamat ezzel. Tehát ez valóban így van. Ja, nem adok. Jó, persze, nekem van mikrofonom. Jó. Jelentkező, tessék, Zsuzsa. Nekem lenne egy nagyon kívülállónak a kérdése, hogy
hogy most mondta, hogy ezek az ifjúsági mozgalmak nem folytatódhattak a rendszerváltás után. Miért? Lehet, hogy erről beszélt, de kicsit késve érkeztem. Ha már beszélt erről, akkor elnézést, akkor majd... Igen, tehát itt arról volt szó, hogy azok a szervezeti keretek, amelyek között megszerveződtek ezek a mozgalmak, azok teljesen szétestek, azok megszűntek. És rendszerváltás következménye? Igen, igen, sőt már ahogy 87-88-tól elkezdődik az intézményi rendszer újjászerveződése. Tehát egyrészt politikai szervezetek jönnek létre, ugye már 87-ben MDF, 88 szabad kezdeményezések, hálózat, a Fidesz, stb. Hát innentől kezdve ezeknek a fiataloknak egy jelentős része elkezd orientálódni ezekbe az új politikai szerveződésekbe. És ahogy picit céloztam rá az előbb, egy részük még a rendszerváltás előtt ki is ábrándul ebből az egész folyamatból. Én többekkel találkoztam ilyenekkel, akik itt is megpróbálták, ott is megpróbálták, és azt mondták, hogy végül is itt nem azok az értékek kerülnek képviseletre, amit ők akkor szerettek volna megcsinálni, de a saját szerveződéseik azok szétporlattak, szétmáltak, hiszen egyrészt az a társadalmi helyzet is megszűnt, amelyben létrejöttek. Másrészt elindultak nagyon sokféle irányba. Az aktuális kohézió, ami őket a 80-as évek középső harmadában, mert itt leginkább erről van szó, összetartotta, az elvesztette a lába alól a talaj, tehát nem volt ebben már a továbbiakban relevancia. Tehát így szűntek meg, és persze nagyon sokan, mi is velük együtt hittük azt, hogy az új rendszer meg is valósítja azokat az elképzeléseket, azokat az értékeket, amiket ők képviselni próbáltak. Tehát nem volt akkor talaja annak, hogy tovább éljenek, és a későbbiek során meg már annyira individualizálódott a társadalom, annyira mások lettek az értékképző, értékorientációs folyamatok, hogy más szerveződésekre volt szükség, illetve hosszú időn keresztül az ifjúság nagy része az olyan egzisztenciális küzdelembe kényszerült, hát azért ne felejtjük a rendszerváltás utáni reál folyamatoknak az elképesztő kényszerítő erejét, hogy jelentősen el is távolodott az ilyen típusú mozgásoktól, és hát ugye most az utóbbi 7-8 évben látunk megint spontán ifjúsági szerveződéseket, teljesen más összefüggések keretei között. Ha nem látok kezet, akkor én is hadd kérdezzek tőled valamit. A kutatásokra vonatkozóan azt mondtad, hogy ugye az egyik vonulat az az ifjúsági lapkiadónál jelent meg, a másik vonulat pedig a társadalomtudományi közleményeknél. A kettő között volt-e érintkezés, volt-e kapcsolat, hatottak-e egymásra, tudnék, akkoriban én már nem voltam a társadalom. Igen, hát az, hogy az ifjúságkutató főirány koordináló intézménye az ifjúság és társadalom csoport volt, ez azt jelentette, hogy mind a KISKB ifjúságkutató csoportja, mind az ország, ha jól emlékszem, 30-valahány kutatóhelyén zajló ifjúságkutatási folyamatok, azok összeputottak ott az ifjúság és társadalom csoportban, és volt egy programtanács ugye Bazsó Ferenc elnökletével, ami szintetizált, és főleg a 80-as évek középső éveiben, amikor ez az egész legjobban ment, akkor
sok közös kutatás volt a különböző intézmények között, meg a nemzetközi kutatásokba bekapcsolódás, ami a Bécsi Vienna Center és a Bécsi European Center, a Nemzetközi Szociológiai Társaság egyrészt ifjúságkutató szakbizottsága, másrészt a politikai nevelés szakbizottsága által szervezett közös kutatásokban jelentkezett. Ott a különböző kutatóhelyek képviselői találkoztak és együttműködtek. Tehát nem